A mai napon tapasztalatok megosztására gyűltek össze a Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség klubjai, a Kecskeméti Tankerületi Központ, valamint a város valamennyi oktatási intézménye. A nap legfontosabb célja az volt, hogy korábbi tapasztalataikat is megosztva kitalálják, hogyan lehet még közelebb hozni az iskolások és az idősebb korosztály közös tevékenységeit. Nagyon jó úgy idősnek lenni, hogyha az ember érzi a fiatalok szeretetét, megbecsülését, de nyilván, hogy ez kialakuljon, ez egy kölcsönös együttműködésen kell, hogy működjön, és a mi klubjaink közül többekről tudunk, hogy szoros kapcsolatban állnak intézményekkel, de ezek a kapcsolódási pontok, ezek a személyes kapcsolatokra épültek. Az elmúlt időszakokban is több olyan rendezvényt szerveztek, amelybe egyes iskolák fiatal diákjai is részt vettek, ilyen volt a versmondás, biblia ismereti vetélkedő, vagy éppen a sportnap, illetve a sütisütés. A Nyugdíjas Szövetség programjaiban, tevékenységeiben fontos szereplők ugyanis az iskolák és tanulóik. A Kecskeméti Nyugdíjas Szövetség kereste meg a Kecskeméti Tankerületi Központot egy együttműködési megállapodás kapcsán, amely összefoghatná az összes kecskeméti nyugdíjas klubot a kecskeméti iskolákkal. Azt gondolom, hogy ha ezt ilyen magas szintre emeljük, tehát fenntartói szintre, akkor talán segítséget tudunk nyújtani az iskoláknak is, hogy ők is tudjanak minél több kapcsolódási pontot tartani a nyugdíjas klubokkal, programokat tudjanak szervezni, bármibe be tudjanak kapcsolódni, akár egymás életébe is. Az egy iskola, egy nyugdíjas klub elnevezésű mai eseményükön a megjelent iskolák vezetése mutatta be, milyen programokkal szoktak csatlakozni az idősekhez. Ilyen volt a közös múzeumlátogatás, süteménysütés, anyáknapi műsorok, valamint különböző közös versenyek, fellépések. Ezt követően a nyugdíjas klubok vezetői is beszámolhattak az elmúlt évek tapasztalatairól, megosztva, ők mivel készültek. A mai nap célja az volt, hogy az iskolák és a klubok is megosszák egymással a jó gyakorlatokat, és megerősítsék kapcsolataikat egymással, hogy a jövőben is több programot tudjanak szervezni a két generációnak.